Figyelem! Orbán Gabi egy profi edzősportoló. Ne próbáljátok leutánozni otthon vagy bárhol, amit a csatornáján láttok. OG! Bám! Orbán Gabi fog átugratni minket. Milyen jó lesz! Rugom a pedál! Húzom a féket! Három Guinness rekorddal a zsebbe, az utcán tekerve, jöhet bárki szembe! Rugom a pedál, húzom a féket, egyet üzenek, szopjanak a kékek, OG fejem, sziasztok, újabb nap, újabb videó, kellemes reggelt, kellemes délit, kellemes délutánt, újabb péntekhez érkeztünk, és hogyha péntek, akkor már jól tudhatjátok, hogy parapéntek következik. Újabb videót hoztam nektek külföldről, lesznek benne komoly trükkök, esések, csak a szokásos jóságok, illetve itt van az Instagramom, itt is kövessetek be, és ott meg a legaktuálisabb, és oda küldhetitek továbbra is a ti eséseitek, a ti estetek én reagálok videóhoz. Esések jöhetnek bármivel, a lényeg, hogy a te eséseid legyenek, illetve a lényeg az, hogy ne ilyen megjátszott esések legyenek. Kaptam egy pár esést, ami megint csak ilyen megjátszott esés volt. Én elhiszem, szeretnétek bekerülni, felkerülni a csatornámra, bekerülni egy videóba, de légy szíves, ne játsszátok el az eséseket, mert látszik, és nem fogom belerakni, amilyen kamu esést nem kérek. Gyerekek, továbbra is az lenne a lényege a parapénteknek, hogy használtok sisakot, használtok védőfelszerelést, nem szégyen, és egyre több gyereket látok még mindig biciklizni, gőrdeszkázni, gőrkorcsolyázni, rollerezni, sisak nélkül, és higgyétek el, hogy nem játék, az életetekkel játszottok, és egy sisak akár a testi épségedet, a maradandó sérüléstől tud téged megvédeni. Ebbe kicsit belebonyolódtam, de remélem érthető voltam, illetve a szülőknek is felszeretném hívni a figyelmét, ha már vesztek egy 1-2 millió forintos, 1-2-3-4 ezer eurós biciklit, akkor azt az 50-100 eurót a sisakra ne sajnáljátok, mert sokkal többbe kerül majd a gyógyszer meg a műtét. Na, nem húzom tovább a szót, nézzük meg, mit hoztam erre a hétre. Egyet igyak, kézbe készülök a terembe, jó öreg edzés előtti tiszom a Genius-től. És nézzük is, mit hoztak el a héten a fiúk. Most már van egy csávókám, szokott magyarázgatni. Szegénynek lecsúszott a háta. Közben meglájtam a... Elszokott a lánc. Láncot kell cserélni, gyerekek, már nem játék, és nagyon rossz tud lenni, hogyha elszokott a lánc. Kicsit megütt a medencét. Gyerekek! Húha! És a videó címét nézve ebben csak esések lesznek. Ugye szoktak lenni a videók is, hogy ilyen trükkök meg ilyesmi, de ebben csak esések lesznek. Szegény. Gondolom, ki fog csúszni. Egy látnok vagyok, egy orákulum. Nem is értem, hogy akart ott lemenni. Beakasztotta. Na igen, kicsúszott. Látjátok, könyökvédő, meg kesztyű nem volt, le is baszta a kezét, jó?
Ez is elég elé volt. Júj. Ilyenkor ezt tűfékkel húzta. Nem akart megállni. Oh. Ezt kiszeggette. Oh. Látjátok, itt nem látszik, hogy mennyire meredek a hegy, amikor elesett, milyen csúszott még a domboldalon, annak ellenére, hogy ő nem volt eső. Hát a súlyponttal meg a fék nem megfelelő használatával túl hosszan lokkolt az első féket, meg is lett a... És ott lecsúszott a lába pedálról, miért csapott a sípcsontra, mielőtt elesett tökre. Nem fogta elég erősen a kormány, kicsavarta a kezéből. Ez nagyon rossz tud lenni. Itt is a fák azok nem állnak félre. Oh! Ahhoz képest jó megúszta. Jújjúj. Súlypont és per... Ugye jól láttam, nem volt se sakja se? Újabb súlypontos hiba. Ez már egyszer nem volt? Új, lecsúszott. Igen, ilyen első sáras nyárkás idő elé, ezért szól az erdőbe bringázni. Gyerekek, itt mi a rák van, ez most fájra fog esni, de ez miért... Ilyen a videó, így van a videó, sajnálom, ezt nem én vágtam, nem én basztam el. Súlypont. Gondoltam is. Júj. Ő trükközött és kormány mellé nyúlt. Júj. Fejreállt, mint a rajszeg, vagy mint a minimax felé van egy ilyen mondás. This rider needs a new bike now. Túlvállalják magukat, olyan helyeken akarnak lemenni, amit a tudásuk nem tükröz. Aztán ez lesz. Ez a bármilyen sportban ez van, hogy ha túlvállalod magad és nem vagy megfelelő szinten a megfelelő pályához, akkor egyértelmű, hogy szerintem ez sivel meg mindenhol úgy van, hogy meghalsz, vagy legalábbis a szara már összegavajodik. Júj, a fák. Elakaszta. Azt a kurva. Júj! Súlypont. Jó. Azt is beakasztotta. Júj. Kurva élet. Hát gyerekek.
Látszik rajta, hogy ül a bringán, hogy nem lesz jó. Azt mondja, hogy ebben a helyzetben nem tud csinálni a Ryder semmit, és ez így is van. A legjobb dolog, amit tudott csinálni, ez az volt, hogy előfele átugrott a kormányt, így nem baszta fejre. Jó, mekkora blattot ugrott? Fuck yeah, I'm good. Igen, ez már volt régebbi is videókban benne, ez nagyon durva. Gyerekek! Szegény csaj! És jó volt minden, csak ahogy földet ért, annyira meglepődött, hogy széthúzta az első féket. Nem semmi. És kicsúszott a fiú. És itt is kicsúszott a szép. Oh, fuck! Igen, ez a klip megmutatja, hogy mit nem szabadna csinálja. Igen, nem szabadna jámar elődőni a levegőbe, a súlypontot kéne tartani. Ó, szegény. Picit hamarabb vette le a trailről, mint kellett volna. Húzod azt a féket, jó, fájrás és kamera. Gyerekek. Júj. Gyerekek, azért vannak itt durvásések, azért így nézem és rá tudom élni, és fájnak meg minden, de hát fú. Blatt. Scheisse. Scheisse. Be fog akadni, gondoltam, és ebbe a kőkertbe, amikor fájra teszed, barátom, akkor kizárólag, hogy ne fájjon. A one hand elment. One hand mellé lett nyúlatva. Remember to subscribe to our channel for more. Gyerekek, és ennyi lett volna az e-heti parapéntek, remélem tetszett, ha tetszett oda a dolgot, nyomj egy nagy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, kapcsolj kis csengőt, kis hangot, nem adja semmiféle feltöltésről, illetve tényleg hagyj egy kommentet és egy lájkot, mert ez mind-mind ingyen van, és vessük vissza az algoritmusba a csatornámat. Gyerekek, itt van tovább is az Instagramom, ott is kövess be, és ott vagyok a legaktuálisabb, illetve oda küldetitek továbbra, és a ti estetek, én reagálok videóhoz, a ti eséseitek. Nem maradt más hátra, a mai napi komment az ment ide. Én Orbán Gabi voltam. Pii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 i
szopjanak a kéket. Dobjad a lájkot, dobjad a lájkot, dobjad a lájkot, OG.